Sziasztok, Szabó Ádám Gyula vagyok. Talán ismertek már néhányan az előtagból, a Storiumból és egyéb formációkból, betevékenykedtem a környéken. Több stúdióban is megfordultam már ezekkel a zenekarokkal, és tanultam is néhány dologból. Ezen felbátorodva aztán egy ilyen álommá szülte ki magát, hogy én is létrehozzak egy stúdiót, és minél többet megtudjak én is a hangtechnikáról. Hát és most itt tudok én is a Gyula stúdióban, és innen beszélek hozzátok. A felvételek általában kétféle módon történnek a Gyula stúdióban. Vagy úgy, hogy bejön egy egész zenekar a zöld helyiségbe, és itt minden be van mikrofonozva a doboktól, a basszusgitáron át, a gitárokig, majd az ének is. És ez mind egyszerre rögzítésre kerül, így rögzíthetjük esetleg azt a hangulatot is, ami a zenekaron belül épp uralkodik. Ez nagyon érdekes lehet egy-egy projekteknél. A másik lehetőség, ami talán a megszokottabb manapság, hogy minden hangszert külön-külön rögzítünk. Tehát a dobokat, basszusgitár, gitár, billentyűket, perkussziókat, éneket, vokálokat, mindent külön. Ezeket a felvételeket aztán lehet keverni, maszterelni később, esetleg még utána is rögzíteni még hozzá valamiket, hogyha valamivel nem lennének elégedettek a zenészek, és természetesen addig gyújtjuk a dolgokat, amíg mindenki nem lesz elégedett. A stúdió felszereltségéről szeretnék egy picit beszélni. Többek között megtalálható itt egy 1962-ből származó Sennheiser mikrofon, továbbá egy csöves Rode mikrofon és egy pár Neumann U87-es. Található itt még ezeken kívül természetesen még 14 más mikrofon is, amivel egy komplett zenekart fel tudunk venni. Továbbá a stúdióban megtalálhatók különféle gitárok. Például köztük van Fender Telecaster, Stratocaster, két Les Paul, 8 úros gitár, banjo, jazz bass, Music Man Stingray és egyéb más hangszer is. A stúdióidő részét képezi szintén, hogy igénybe lehet venni az összes hangszer, természetesen teljesen ingyen, ugyanúgy egy dobszett is van itt, amit több zenekar is kihasznált már. Kitérnék most egy specifikusabb témára, például a gitárfelvételekre a gitárokat. Általában vagy egy Orange, vagy egy Mesa erősítő keresztül szoktam felvenni, különböző ládákon ládákat mikrofonozok le, például van itt egy Orange 212-es láda, nekem ez jött be leginkább eddig. De van itt egy Kemper Profiling Amplifier, amivel azt hiszem, hogy mindenféle hangzást meg tudunk találni, és eddig még nem volt olyan, aki azt mondta volna, hogy ez ide nem elég. Gitárfelvételekkor egy tiszta jelet is szoktunk felvenni a gitárból, ezt később lehet nyakra főre reampolni, tehát az annyit jelent, hogy felveszünk például egy gitárhangot egy Marshall erősítőn keresztül, és a tiszta jelet pedig aztán átküldjük egy Mesán, egy Orange-on, vagy a Kemperből választunk egy bármilyen tetszőleges márkájú vagy hangzású erősítőt, ezt aztán keverhetjük, és csinálhatunk szinte vele bármit, tehát így a lehetőségek szerintem végtelenek. A felvételek általában úgy zajlanak, hogy egy zenekar megkeres engem, és elmondja először, hogy mit szeretnének, mit várnak tőlem. Utána nyugodtan szét lehet nézni a stúdióban, és mindent közösen megbeszélünk, megegyezünk előre. Utána pedig megegyezünk egy terminusban, amikor ők eljönnek, és megkezdődnek a felvételek. A felvételek után következik a keverés és a mastering. Annyit még érdemes tudni, hogy addig nem adom ki az anyagot a kezemből, amíg a zenekar és én is természetesen nem vagyunk vele tökéletesen megelégedve. Amint mindenki rábólint, onnantól mehet az anyag. Akkor van kész. Amennyiben valami kérdések merültek fel, vagy szeretnétek velem kapcsolatba lépni, akkor keressetek fel itt, és hallgassátok meg a referencia anyagokat itt.